Hédi Ferenc professzor úr, vártam a nézői hívásokat, a policisztás ovárium szindrómáról beszélgetünk, most már annyira jól ki tudjuk mondani. Igen, gond nélkül. És kíváncsi vagyok, hogy a nézők mennyire érdeklődtek. Hát nagyon sok érdeklődő volt, nem is gondoltam volna, bár egy nagyon gyakori eltérés betegségről van szó. Sokan telefonáltak, úgyhogy a kislányukkal ez is az a probléma, hogyan miért szednek fogamzásgátlót, miért szedetnek ilyenkor. Ugye azt én említettem az előző beszélgetésünk kapcsán, hogy attól függ, hogy mit várunk, éppen milyen életciklusban van a hölgy, mit várunk, azt is ő mit szeretne, várandó szeretne lenni, normálisan szeretne éldegélni, vagy különben is szeretne mondjuk fogamzásgátlást használni, alkalmazni, attól függően próbáljuk beállítani azt, hogy milyen terápiát kapjon ilyen. Tényleg adott esetben akkor a fogamzásgátló, hiszen az a hormonháztartást ugye megváltoztatja, ez egy megoldási mód lehet rá. Kitűnő, így van, valóban erről van szó. Abban az esetben, hogy ahogy beszéltem arról, hogy a petefészek működése kicsit a hímnemi hormonok irányába mozdul el, hogyha valaki szedi a fogamzásgátló tablettát, akkor gyakorlatilag a petefészek működése leáll, következésképpen nem fog rossz irányban elmozdulni, és arra az időszakra, amíg a különben is nem tervez várandóságot, akkor a fogamzásgátló használata egy jó módszer lehet. De ez a változókorban lévő nőknél akkor már nem, ott hát már más. Elcsúszunk egy kicsikét, a változókorban lévő hölgyeknél a fogamzásgátlás, mint lehetőség, nem hiszem, hogy szükséges, igen, mert akkor már a változó kor miatt ezek a hormonok már nem működnek, viszont a változó korban a petefészek működés is különben nagyon lelassul, következésképpen ezek a tünetek, amit a PCO-ban figyelünk, azok már szintén nincsenek. Uh-huh. Tehát ez a korosztály, a fiatalabb nőkre vonatkozik. Igen, a fiatalabb időszakra vonatkozik inkább. Olyan is létezik, hogy fogamzásgátló szedése mellett lesz valaki beteg? Tehát, hogy mármint, hogy PCO-s? Igen. Hát nehezebb észrevenni, hogyha valakinek fogamzásgátló tabletta szedés alatt végzünk, hát eleve miért végeznénk hormonvizsgálatot fogamzásgátló szedés alatt, mert hogyha logikusan gondolkozva arra gondolunk, hogy valaki szedi a fogamzásgátlót, akkor az ő hormonszintje ezáltal lesz befolyásolva. Ebből az következik számomra, hogy nem nézünk semmi agyalap és semmi petefészek működést, mert gyakorlatilag a gyógyszer hatását néznénk. Azt meg nem akarjuk nézni, de azok a tünetek, amik előfordulhatnak, amiről beszéltünk, hogy a petefészek máshogy néz ki, vagy inkább egy hímnemi hormon túltengés van, ezt azért nagyon könnyedén el tudja nyomni a fogamzásgátló, tehát itt ez egy gyógyító hatással rendelkezik. Nem akarom bagatelizálni ezt a dolgot olyan tekintetben, hogy a tünetek önmagukban is elég rossznak hangoznak, bár szerencsére valószínűleg sosem fogom megtudni, hogy milyen, mennyire, de okozhat ez valami komolyabb betegséget, teszem azt, rákot, vagy valami halálos kimenetelű, tehát hogy kezeljük a tüneteket, rendben van, de hogy mégis olyan veszélyesnek hangzik. Ugye itt ezt ne hagyjuk ki, hogy a nők azon időszakáról van szó, amikor nagyon szépek, nagyon kívánatosak, és nagyon agyisten várandósak szeretnének lenni. Hogyha ezek közül bármelyik is megsérül, akkor ez nekik nagyon nagy problémát jelent. Azért. De a kérdésre az a válaszom, hogy nem, tehát szerencsére rákot vagy hasonló halálhoz vezető betegséget nem okoz. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy itt volt, és fogadtam ma délelőtt a nézői telefonjainkat. Azt hiszem, hogy érdemes odafigyelnünk magunkra, nem győzzük hangsúlyozni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm.